ülésezett a képviselőtestület. Speed Marathon. Fejlesztik a térség hulladék gazdálkodását. Esti gimi Tomaj Monostorán. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. május 22-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta soros ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. A városatyák egyhangulag támogattak mindennapi rendi pontot. A tanácskozás kezdetén egy perces néma felállással adózott a testület a holokauszt magyarországi és karcagi áldozatainak emléke előtt az emléknap alkalmából. Egybehangzóan támogatta a testület a beszámolót Karcagváros közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, amelyet Teleki Zoltán rendőrkapitány szóban is kiegészített. Az elmúlt időszakban nagy mértékben csökkent a bűncselekmények száma, nőtt a nyomozás eredményesség, a közbiztonság és a lakosság szubjektív biztonságérzete. A rendőrség munkájához a képviselőtestület több tagja is gratulált. Dobos László polgármester pedig kiemelte, hogy nem csak Karcag, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megye is komoly fejlődésen ment keresztül, és már a megelőzés terén komoly munkát végez a rendőrség. Elfogadták a képviselők a tájékoztatót, a karcagi többcélú kistérségi társulás idősek otthona és háziorvosi intézmény működéséről. Hodos Bálintné intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2017-es évben 99,5%-os volt az ágykihasználás az intézményben, és 49 fő van jelenleg várólistán. Beszámolt a gyermekorvosi praxis betöltéséről, valamint egy védőnő alkalmazásáról. A Horváth Ferenc úti intézmény 2017-ben örökös működési engedélyt kapott, és hamarosan meg is újul egy támogatásnak köszönhetően. Támogatta a testület a Madarász Imre Egyesített Óvoda beszámolóját a környezeti nevelés feltételeiről, eredményeiről. Szepesi Tibor hozzászólásában kiemelte, hogy bár rengeteg programot lebonyolít az óvoda, ez kicsit más, egy hosszabb folyamat, amelynek keretében tudatos környezeti nevelés folyik. Dobos László hozzátette, a fiatalok fogékonyabbak is a szelektív hulladékgyűjtésre, mint a felnőttek. Megszavazta a testület a június 18-a és augusztus 24-e közötti időszakot 49 munkanap, a rászoruló gyerekek intézményen kívüli ingyenes nyári szünidei étkeztetését. Döntöttek a képviselők a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatói állásra kiírt pályázatot véleményező bizottság létrehozásáról, amelynek elnöke Pánti Ildikó képviselőnő, tagjai pedig dr. Kovács László képviselő, dr. Demet Péter, a Pulszki Társaság tagja és Kántor Éva közalkalmazotti tanácsi képviselő lesz. Elfogadta a testület a javaslatot a 3401-es jelű Kunmadarasi út melletti kerékpárút külterületi szakaszának fenntartási és üzemeltetési feladatainak a Magyar Közút Nonprofit ZRT részére történő átadásáról. Lengyel János képviselő a közútkezelővel kapcsolatos előzetes rossz tapasztalatok miatt hozzászólásában kérte, hogy figyeljenek oda az átadáskor erre az útszakaszra, nehogy a négyes számú főúthoz hasonlóan elhanyagoltá váljon. Andrássy András képviselő kérdésére pedig Dobos László polgármester elmondta, hogy egyelőre nincs információjuk arról, hogy más kerékpárút és közútkezelő közelésébe kerülne. Megszavazták a képviselők egyes termőföldek haszonbérbe adását a Karcagi Nagykun Vadásztársaság részére. Dobos László polgármester elmondta, hogy évekkel ezelőtt egy magánszemély adományozta a földet azzal a kikötéssel, hogy ők műveljék. Pályázati részvételről és kérelem benyújtásáról is döntött a testület. Így az önkormányzat részt vesz a belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pályázaton, ahol nyerés esetén körülbelül 5600 négyzetméternyi járdafelület újulhat meg maximum 30 millió forint támogatásból, 75%-os pályázati intenzitás mellett. A Karcagi Szélmalom felújítása című támogatási kérelem benyújtásával pedig pozitív bírálat mellett megvalósulhat a Szeles Vitorla felújítása. Támogatta a testület a Madarász Imre Egyesített Óvoda két pályázaton való részvételét is.
Az egyikkel a Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és a határon túli tehetségsegítő tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása cím és 500 ezer 3 millió forint közötti összeg vissza nem térítendő támogatás elnyerése, míg a másikkal a Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása cím és 500 ezer 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás elnyerése a cél. Napirend előtt Szepesi Tibor önkormányzati képviselő lakossági bejelentés alapján kérte a kisújszállási úton a buszmegálló kiépítésének ellenőrzését. Lengyel János képviselő pedig megköszönte a tájékoztatást az erdészeti bírságról, amely szerint büntetést kell a városnak fizetnie egy 2000-es évek előtti hiba miatt. Dobos László polgármester és Molnár Pál képviselő megnyugtatott mindenkit, hogy sor kerül erdőtelepítésre. Molnár Pál képviselő továbbá kórházi parkolók létesítéséről érdeklődött. Dobos László elmondta, hogy Nagyné László Erzsébet főigazgató asszonnyal együtt bejárja a kórház területét, megvizsgálják a lehetőségeket. Mindenképpen bent kívánnak parkolókat kialakítani, mivel baj esetén nem szeretnék parkolókkal elzárni a menekülő és mentési útvonalat a kórház körül. A képviselőtestület következő ülését május 24-én tartja. Rendőrök 44 helyszínen összesen 148 sebességtúllépést mértek 24 óra alatt. Karcagon is több veszélyes szakaszon találkozhattunk a rendőrség munkatársaival. A rendőrség a Speed Marathon elnevezésű 24 órás összeurópai sebességellenőrzési kampányt Magyarországon 2018. ma 6 óráig hajtotta végre. Az ellenőrzés kiemelt célja a sebességtúllépés veszélysebességének tudatosítása, a gyorshajtások és a velük kapcsolatos személyisérüléses közúti balesetek és a halálos áldozatok számának visszaszorítása volt. A rendőrség az ellenőrzési helyek kiválasztásakor figyelembe vette a lakosság javaslatait, a baleseti elemző munka eredményeit és a helyi sajátosságokat is. Jász-Nagykun Szolnok megyében a rendőrök 44 helyszínen összesen 11.026 járművet ellenőriztek, amely során 148 sebességtúllépést mértek. A Karcagvárosi Önkormányzat és a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás nettó 2,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 keretében. A nettó 2,6 milliárd forint összköltségű fejlesztés révén tovább emelkedik a régió hulladékgazdálkodásának színvonala. A jelenlegi projektnek köszönhetően megvalósul az egységes hulladékgyűjtési és kezelési szolgáltatás a társult települések területének egészén, természetesen úgy, hogy az maradéktalanul megfeleljen az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv előírásainak. Tovább fejlesztik a térségben található két hulladékkezelő központot, valamint a hulladékgyűjtését és szállítását ellátó infrastruktúrát is. A támogatás révén egy európai szintű rendszer kerül kialakításra, amely mindenki megelégedésére szolgálhat sok-sok évig, a fejlesztés egyben hozzájárul törékeny környezetünk megóvásához. Megvalósuló fejlesztések Karcag gyűjtőkörzetében, szelektív gyűjtőedények beszerzésével tovább fejlesztjük a jelenlegi elkülönített hulladékbegyűjtési rendszerünket. A pályázatnak köszönhetően két új hulladékgyűjtő járművet is munkába állítunk. Beszerzésre kerül továbbá egy targonca bálafogóval, egy bálázógép és megépül az újrahasznosítható anyagok tárolására alkalmas bálatároló szín. A projektnek köszönhetően üzemcsarnok és biológiai stabilizáló tér épül. Beszerzésre kerül egy mechanikai előkezelő gépsor, egy teleszkópos gépszerkezetű homlokrakodó és egy hídmérleg. Megvalósuló fejlesztések Tiszafüred gyűjtőkörzetében. A projekt révén lehetőségünk nyílik a házhoz menő hulladékgyűjtőrendszer tovább fejleszteni. A hulladékgazdálkodási tevékenységünket új gyűjtőedények beszerzésével tesszük hatékonyabbá és esztétikusabbá, így a jelenlegi zsákos gyűjtést felváltja a szelektív gyűjtőedényes begyűjtés. A vegyes hulladékgyűjtő edények tartalmaznak hasznos hulladékokat is. Ezeknek a kinyerésére egy mechanikai válogatógép sorral,
aprító, rosta, mágneses leválasztó, légszeparátor, utóaprító, optikai válogató bővül a központ. Szatmári Norbertet, a Budakalász Gimnázium Tomaj-Monostorai tagintézmény vezetőjét kérdezte televíziónk arról, hogy milyen a felnőtt képzés a településen. A 2015-ben megalakult 47 fővel induló felnőtt képzés egyre népszerűbb a környező települések között is. Járnak ide Tiszaszent Imréről, Kunhegyesről, Kumadarasról, így elmondható, hogy igazán nagy az érdeklődés a kedden és csütörtökön a délutáni időszakban tartandó órákra. 2015-ben alakult meg a Budakalász Gimnázium Tomaj-Monostorai tagintézménye, akkor 47 diák jelentkezett az első 10. évfolyamra. Hát egyre többen járnak hozzánk, főleg a környező településekről, Tiszaszent Imréről, már vannak kunmadarasi diákok is, Kunhegyesről, Tiszaszőlősről, és sorolhatnám még tovább, rengeteg településről jönnek hozzánk, egyre nagyobb az érdeklődés, és hát hetente, keddenként és csütörtökönként vannak az óráink délután 3 órától. A változó, hogy mikor fejezzük be, átlagban 8-9 körül érnek véget. 8 tanórát tartunk egy napon, 9 tantárgyat oktatunk, és ebből én tanítom az angolt és a magyart, amellett hogy tagintézmény vezetője vagyok az intézménynek. 9 tantárgy oktatásra történik a nagyjából 7 fős, többnyire kunhegyesi pedagógusok közreműködésével. A tantestület tömében Kunhegyesről jár, illetve egy kollégánk Tiszaszent Imréről, én pedig úgy Tomaj-Monostoráról, úgyhogy így tevődik össze. A 7 fős tantestületünk, tehát 5 kunhegyesi, egy Tomaj-Monostorai és egy Tiszaszent Imrei. Jelenleg 56 diákja van az esti gimnáziumnak. 56 diákja van az intézménynek. Ennek az oka az, hogy mármint az ő fogyásuknak az oka, hogy sokan nem veszik komolyan akkor, amikor beiratkoznak, hogy milyen sok nagy felelőssége jár az, hogy valaki óráról órára készül, család mellett, munkahely mellett, hogy elég megterhelő az embereknek, és sokan úgy veszik, hogy mivel községben, kisközségben tartjuk a foglalkozásokat, talán nem olyan komoly, mint egy nagyobb gimnáziumnak az esti tagozatos órái, de ez tévedés, hiszen ugyanolyan szintű oktatás, hanem magasabb szintű oktatás, mint egyes középiskolákban, és igyekszünk a legnagyobb színvonalat kihozni belőle. Tehát fogy a számuk valamennyire, de azért második fél évtől mindig látjuk a pontos létszámot, hiszen akik második fél évet megkezdik nálunk, azok már jó eséllyel be is fejezik azt az adott évfolyamot, és alkalmasak lesznek az érettségire. Általában az ide beiratkozók többsége komoly célkitűzéssel érkező fiatalabb és középkorosztály, akik vagy a munkahelyükön szeretnének magasabb fokozatba lépni, vagy konkrét továbbtanulási elképzeléseik vannak. Ahogy közeledik az érettségi időpontja, egyre kevesebben szeretnének tovább tanulni. Nyilván ez csak egy ilyen átmeneti állapot, hiszen a sok tanulás picit kedvüket is szegi, hiszen rengeteget készülnek mind az írásbeli, mind a szóbeli érettségire, és most inkább arra koncentrálnak, de valóban így van, hogy 3-an, 4-en már jelezték, hogy szeretnének felsőfokú intézményben is tovább tanulni. Van, aki a munkahelyén szeretne magasabb fokozatba lépni, van, aki egyszerűen szeretné biztosítani magát azzal, hogy a munkavilágában, hogy érettségivel rendelkezik, sok ember a szakmája mellett szerzi az érettségit, és így nyilván a munkaerőpiacon jóval, most így mondom idézőjelben, értékesebb erőnek számít, mint akinek nincsen érettségie. Kétfelé tudnám ezt bontani. Egyrészt azokra a diákokra, akik valami oknál fogva időben elkezdték a középfokú tanulmányaikat, azonban nem fejezték be, vagy nem tudták befejezni, ilyen-olyan megszakító körülmények miatt. Ők ugye azok a 16-7 éves diákok, akik itt próbálják befejezni mindazt, amit már korábban félbehagytak. A másik kategória pedig, én úgy szoktam mondani, hogy a 70-es születésűek, tehát a 70-től 80-as évek elejében között született diákokról van szó. Ők azok, akik boldogulni szeretnének, és látják a lehetőséget abban, hogy mi a csapásvonal ahhoz, hogy eljussanak a célhoz. Várhatóan a hamarosan elkészülő irattár fog majd helyt adni az esti gimnáziumban zajló óráknak, mondta el Szatmári Norbert, tagintézményvezető.
Fogunk ott órákat tartani, remélhetőleg marad a három osztályunk, 10, 11 és 12. évfolyam, és akkor vegyesen tudjuk tartani mind abban az épületben, mind pedig az általános iskola termeiben is. Sok terhet vesz le az általános iskola válláról. Terheket azt úgy értem, hogy nyilván még 4 óráig itt tanítás folyik az általános iskolában, kevés még a termünk, és nagyon nehéz az első óra hosszát megoldani, hogy hol helyezzük el az esti tagozatos gimnazistákat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!